Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Történelmi hiányt pótolt a kis településeken élőkkel szemben a Magyar Falu program. Ezt mondta nemrég Vámos atyán Gyopáros Alpár kormánybiztos. Erről is szó esik a mai műsorban, de nézzük még a mai kínálatot. Megyei költségvetés, elfogadta a 2022-es büdzsét a közgyűlés. Magyar Falu program, orvosi rendelők, óvodák, közösségi terek újultak meg. Elfogadta 2022-es költségvetését a megyei közgyűlés pénteken. A büdzsé csaknem 3,6 milliárd forintos főösszeggel tervez. Milyen célokat fogalmazott meg az előterjesztés, milyen feladatokat vállal a megyei önkormányzat idén? A témával kapcsolatban vendégem a stúdióban Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr! Köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. Hát akkor a kérdés az adott. Hogyan kommentálja ezt a 3,6 milliárd forintot, hogyan értékeli? Hát ez az előző évek ehhez képest egy meglehetősen nagy költségvetési, főösszegű költségvetés. Nem azt jelenti, hogy megnövekedett a hivatali létszám, vagy más egyéb kiadásokra költenénk, hanem projektek kerültek be a megyei önkormányzat költségvetésébe. Ez magyarázza ezt a viszonylag nagy összeget. Amit az önkormányzat a magára költ, vagy mondjuk hogy a szűken vett működésére költ, annak az körülbelül ennek az összegnek a 10%-a, talán még annyi se. Illetve az intézményeire költene. Igazából a projektek kerültek be. Például egy magyar-román együttműködésben megvalósuló, magyar-román programozásban megvalósuló műemlékfelújítás, alapvetően műemléktemplom felújítási program, amely most veszi kezdetét, remélhetőleg ez év tavaszán már fizikai beavatkozások is történhetnek, sok esetben lezajlott sikeresen a közbeszerzési eljárás. Ez például ez a program, vagy a másik nagy jelentőségű program a Paktum 2 munkaügyi paktumos pályázatunk, amely ugyancsak benne van a megyei önkormányzat költségvetésébe, tehát ezek azok a futóprogramok, vagy beszélhetnénk természetesen a identitás pályázatról, amely ugyancsak a megyei önkormányzat költségvetésében szerepel, és hát különböző programokra a helyben lakást, a helyben maradást, a helyi identitást megerősítő programokra költi a megyei önkormányzat. Mi határozza meg azt, hogy a költségvetésbe belekerülnek ezek a pályázatok, ugyanakkor, ha jól tudom, akkor például a TOP plusz keretösszege az nem kerül be? Úgy nem a megyei önkormányzat kedvezményezettje ezeknek a programoknak, hanem más külső szervezetek, alapvetően települési önkormányzatok a kedvezményezettjei. Ebben az esetben pedig az a speciális helyzet van, hogyha még topos programról is van szó, mint mondjuk az identitásról, vagy a paktumpályázatról, munkaügyi paktumpályázatról, a megyei önkormányzat a kedvezményezettje ezeknek a programoknak. Majd fogunk egyébként a területi operatív program pluszról is beszélni, de azért még ezekről a pályázatokról mindenképpen ejtsünk egy kicsikét bővebben szót. Ahogyan említette, akkor magyar-román műemlékvédelmi pályázat. Mit lehet erről tudni? Templomokat, alapvetően műemléket, templomokat újítunk meg. Az jelenti a specialitását ennek a pályázatnak, hogy sok esetben hazai források is vannak benne, illetve más uniós programok is. Akár top pluszos uniós programok is vannak, turisztikai pályázati programok, de ezért nagyon odafigyelést vagy szakértelmet igényel ennek a programnak az elkészítése, de ennek eredményeképpen olyan további műemléktemplomok kerülnek felújításra. Például Kálósemjénben a görögkatolikus templomnak van egy árpádkori része is, amelyet nemrég tártak fel a szakemberek, és ennek a felújítása is megvalósul ebből a programból. Azért a templomok felújítása nem most kezdődött el, hát gondolom azért van rá szükség bőven még a megyében. Ugye tehát vannak felújításra szoruló templomok, úgyhogy van munka. Van, persze, természetesen. Ugye műemléktemplomok is vannak, és hát egyéb közösségi célokat, persze a műemléktemplomok is hitéletszi célokat szolgálnak alapvetően, de van másfajta kultúrtörténeti jelentőség is. Ilyen felújítások a 70-es évektől tulajdonképpen a megyében működnek, és hát a magyar műemlékvédelem komoly szakmai sikereket ért el ez a téren, a Felső-Tisza vidéken, és ugye a Csarodai templom, de hát ez jött aztán a Vámos-Oroszi templom, amelyet már az elmúlt években sikerült a mi segítségünkkel is felújítani, rekonstruálni. Ez egy fontos kultúrtörténeti érték, amellett, hogy szakrális értéket, műemléki értéket jelentenek, és hát remélhetőleg további turistikát
turistákat is vonz, kerékpárral, illetve a folyóink mentén kenuval közlekedő turistákat megállásra késztet egy-egy településen, és ott eltöltik az idejüket, és felfedezik ennek a tájnak a természeti és kulturális örökségét. Mi határozza meg azt, hogy melyik templom kerüljön be ebbe a pályázatba? Hát alapvetően, hogy mi van még soron, mi az, ami még nem került felújításra, és a műemlékes szakemberek ennek jelentőséget tulajdonítanak, illetve hát az egyházi szervezeteknek is a szándéka nyilvánvalóan, mert mi valósítjuk meg ugyanezt a programot, a megyei önkormányzat, de hát az ő hozzáállásuk is kellett, hiszen a templomot használó közösségnek időnként a toleranciára is szükség van, hogy aztán egy megújult, régi értékeiben pompázó épületet, templomot, szakrális teret kapjon. Azt lehet tudni, hogy főként melyik felekezetekhez tartozó templomokról van szó? Hát a dolog természetéből adódóan alapvetően református műemléktemplomokról van szó, de van római és görögkatolikus templom is a csomagban. Beszéljünk akkor a paktum pályázatokról. Ez egy idegen kifejezés. Legyen olyan kedves, és magyarázza el a nézőknek, hogy miről van szó. Sőt, kifejezés, hogy a paktum az olyan a magyar köznyelven. De ezt átvettük a nyugat-európai szakzsargonból, ezt a kifejezést. De az azt jelenti, hogy munkahelyi támogatást adunk munkáltatóknak bizonyos feltételek mentén, és bizonyos elvárások mentén. Tehát most a paktum kettőben most nyílt meg ez a pályázati programunk talán két hónapja. De már így járunk a paktum kettőben. Így van, az egyeset befejeztük. Itt voltak kis paktumok is, térségi paktumok is. Most a jövőben a top pluszban csak egy nagy megyei paktum lesz, több mint 7,5 milliárdos keretösszeggel 7 évre. Ez a top kettes paktumunk, ez 1,2 milliárdos keretösszeggel számol durván, amely azt jelenti, éppen ma is volt irányító csoportülés, ahol 8 hónapra adunk munkahelyi támogatást, most 300 000 forintos bruttó bérekkel, és 4 hónapig azt várjuk, hogy a vállalkozó továbbfoglalkoztást garantál a munkavállalók esetében. Azt is vizsgálja a munkahelyi főosztálya a kormányhivatalnak, hogy milyen korábbi támogatásokat vettek fel a munkáltatók, tehát azt szeretnénk elkerülni, illetve elkerüljük, hogy egymásra halmozódjanak ezek a munkahelyi támogatások, és hát ennek révén, pusztán csak ennek révén legyen munkahelyteremtés, hanem azt is vizsgáljuk, hogy milyen továbbfoglalkoztatás, milyen hosszabb távú foglalkoztás valósul meg ezeknek a támogatási programoknak a révén. Mindez tehát a paktum 2, és akkor ez a vállalkozásokat érinti. Hát a vállalkozásokon keresztül a munkavállalókat is nyilvánvalóan. Igen, és ennek még lesz egy folytatása is. Igen, a paktum pluszban, amely több mint 7,5 milliárdos keretösszeggel fog indulni. Egy év van a kidolgozására, tehát ez év végéig fejlesztjük ezt a paktumot, ott is beadtuk már a pályázatot, ott az elképzeléseket, a főbb célkitűzéseket az Innováció és Technológiai Minisztériumhoz, és év végéig tart a paktum fejlesztési időszak, hogy milyen célokat határozunk meg, milyen kutatási eredményeket várunk. Ez is elvárás számunkra, hogy olyan innovatív lehetőségeket tárjunk fel, például képzési programokban, munkába jutási támogatásokban, amelyek nem csak egyfajta vállalkozói támogatást jelentenek, hanem ennél talán többet, vagy jobban reflektálnak a megye munkaerőpiaci igényeire. Vannak olyan vállalkozók, akik még eddig nem hallottak erről, akkor kik azok, akik gondolkodhatnak ebben, hogy jelentkezhetnek a későbbiekben? Olyanok, akik új foglalkoztatást, új vállalkozást, új innovációt akarnak bevezetni a vállalkozásukban, és főleg a hiány szakmákra gondolunk. A Paktum Pluszban még lesz egy megszorítás, ott főleg a 30 év alatti és inaktívakat próbáljuk meg célozni, olyan inaktívakat, akik a munkahelyi nyilvántartásokban sem szerepelnek, egy ember próbál, és nagyon nehéz feladat lesz, hiszen olyan embereket kell felkutatnunk, akik a munkahelyi nyilvántartásokban sem szerepelnek, nem regisztrált munkanélküliek. Ez egy nagyon speciális dolog lesz, erre keresünk a megoldást ebben az évben, és ezt jövőre tudjuk indítani, ezt a programot, a Paktum Pluszt. Ebben a költségvetésben van egy úgynevezett identitáspályázat is. Na hát ez sem egy magyar szó. Igen. Itt ez mit akar? Tehát rendezvényeket, amelyek erősítik a megye identitás tudatát? Alapvetően rendezvényeket tartalmaz ez a program.
olyan közösségi rendezvényeket, amelyek erősítik a közösség öntudatát, akkor mondjuk így, helyben maradását, az, hogy megismerjék a helybeni értékeket. Ugye sok esetben elkövetjük azt a hibát, hogy elmegyünk külországokba, még a szomszéd településnek nem láttuk a fontos értékeit, tehát ezt a lokalitást segítené ugyancsak uniós pályázattal ez a program. Számos rendezvényt bonyolítottunk már le, a megyei önkormányzat épületébe is várunk iskolás csoportokat. Ez nagy élmény, ahogy láttam a gyerekeknek is, hogy felülnek buszra, Nyíregyházán egy csodálatos szép teremben hallgatnak olyan beavató előadásokat, amelyek a helyi értékekbe avatják be őket. Kisfilmet néznek a megye értékeiről, egy fontos kiegészítő tananyagot kapnak mondjuk így a gyerekek felnövető nemzedékeknek a programnak a segítségével. És hát van egy értéktár bizottság is. Azért nem ennek kettőt azért nem kell összemosni, de azért... Együttműködik a program az értéktár bizottsággal, ugye ez a Hungarikum törvényből, illetve a Hungarikum mozgalomból adódó feladatunk, hogy a feltárt megyei értékeket ugyancsak bemutassuk az identitás pályázatban is, felmutatván a helyben fontos, vagy a megye számára, vagy akár országosan is fontos értékeket, mondjuk a Beregi Keresztemes, az a közeljövő múltban lett Hungarikum. Beszéljünk egy kicsikét az agráriumról is, hiszen a megyei közgyűlés legutóbbi ülésén bizony a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is felszólalt, és ott azért, ha jól tudom, azért volt néhány olyan hozzászólás, amely az agráriumban lévő támogatási rendszerek átalakítására utalt. Igen, ezt a megyei önkormányzat is fogja vizsgálni, hogy hogyan lehetne tovább finomítani a támogatási rendszereket. Ugye a földalapú támogatás az sok esetben nem segítette elő a foglalkoztatás bővülését, mondjuk állattenyésztő üzemek, vagy növénykultúrák, kertészeti kultúrák meghonosítását, vagy ezeknek az életben tartását, amelyek sok élő munkaerőt igénylő foglalkozások, és igazán ez jelenteni a vidéknek a népesség megtartó képességét. Tehát én azt gondolom, hogy fontos, hogy ha bár megjelentek, és ebből a beszámoló tájékoztatóban is hallottunk ilyen pályázatok, amelyek már ezt a tevékenységet támogatják, de azt gondolom, hogy ezt tovább kellene erősítenünk. Igen, a terület alapú, ugye a föld alapú támogatások, igen. Tehát a terület alapú támogatások, igen. Pedig akárhogyan is az elmúlt években, évtizedekben ez az agráriumnak egy ilyen alapja volt, nem? Az igen, Európai igen, Uniós igen, és hozzá is szoktak tisztelt a kivételnek gazdálkodók, és nem biztos, hogy a gazdaságuknak a technológiai fejlesztésére költötték, hanem hát van kirívó példákat is lehet, amikor nem biztos, hogy hanem a debreceni lakásra, vagy a budapesti lakásra költött. Azok is fontos célok persze, egy család érdekében, de életében, hogyha gyerekük egyetemista lesz, akkor albérletben lakjanak, de hát ezek nem a mezőgazdasági termelést szolgálják közvetlenül, nem a technológiaival megújulást, nem a mezőgazdasági üzemnek a céljait szolgálják. Történt ez ebben komoly előrelépés, de ezen az úton tovább kellene menni meggyőződésem szerint. A megyei közgyűlésnek e tekintetben milyen feladata lehet? Felterjesztési joga lehetősége van a megyei közgyűlésnek, úgyhogy ezt vizsgáljuk ennek a lehetőségét, és feltehetőleg felterjesztési joggal fogunk élni az illetékes miniszterhez, illetve a kormányhoz. Beszéljünk még a TOP plusz pályázatokról. Ugye az előző uniós költségvetésben, 7 éves uniós költségvetésben volt egy TOP, tehát területi operatív program, most pedig a TOP plusz. Már korábban is beszéltünk erről, az évértékelő interjúban is azért részletesen beszámolt erről elnök úr. Most jelenleg hol tartanak a folyamatok? Ugye egy önkormányzati pályázati rendszerről van szó. Így van, amelyet az egyik operatív program, az a terület és településfejlesztési operatív program forráskerete támogat, döntően uniós, illetve magyar kormányzati hozzájárulásból, és vannak, ahol van önerő igénye is ezeknek a programoknak. 150 milliárd a következő 7 évben a megyei forráskeret, ez nagyjából megegyezik az előző 7 évvel, úgyhogy összességében Magyarországnak a uniós források, ha nem nézzük a strukturális újjáépítési alapot, akkor csökkent. Az újjáépítési alappal, amelyet most ugye Brüsszel politikájából visszatart, a választások után majd újra megnyitják ezt a lehetőséget is,
akkor több lesz, de ha azt nem számítjuk, akkor kevesebb a Magyarországnak jutó uniós pénz, mint az előző 7 évben, és így megmaradt a TOP-nak a forráskerete, ez nagyon fontos számunkra, és a meglévő történelmi hátrányaink ledolgozását teszi lehetővé a határmenti szerepünkből adódó elmaradt infrastruktúrális hátrányoknak a leküzdését teszi lehetővé. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az első döntések megszülettek a TOP-20-ban, és ezek utakfejlesztését jelentik, 4-5 számjegyű utakfejlesztését, tehát olyan alsóbrendű utaknak, amelyek nem főutak, nem autópályát. Autópályát jelentenek, de nagyon fontos megyei célokat szolgálnak. Tehát ez már ebben az évben megvalósul, vagy a kivitelezési tervek indulnak el? Ebben az évben elképzelhető, hogyha sikeres lesz a közbeszerzés, akkor elképzelhető, hogy ebben az évben már megvalósulnak ezek a programok. Igen. Mi lesz a következő? Ezek az utak. A következő az a léhető települési program, amelyben van csapadékvízelvezetés, főtér, települési arculati, építészeti épületeknek a megújítása szerepel, az lesz a következő, illetve hát folytatódik az óvodai, illetve bölcsődei pályázatunk, energetikai pályázataink is megjelentek, tehát ezek is meggyűjtésre a következő egy hónapban már terítékre kerülnek. És hát itt élünk az ukrán határ közelében, a kárpátaljai magyarok nekünk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiknek különösen fontosak, hiszen hát azért számos módon rokoni szálakkal is kapcsolódunk a kárpátaljai magyarokhoz. Önök egyeztetnek egyébként az ott élő magyarsággal az ügyben, hogy éppen most mi a helyzet, milyen kilátások vannak? Elsősorban persze a magyar nemzetiség, a magyar közösség képviselőivel is egyeztetünk, illetve az ukrán hivatalosságokkal, az ottani megyei tanácsnak a tisztségviselőivel is új partnerünk lett. Most a közelmúltban, 2-3 hónapja egy váltás történt a megyei tanács élén, egy olyan partnerünk lett, akivel korábban nagyon jól együttműködtünk, Csubirko elnök úr, akivel a Tisza Európai Területi Társulást is megalapítottuk annak idején 4-5 évvel ezelőtt. Ez a váltás is azt gondolom, hogy új lendületet ad a program alapú együttműködéseinknek. Például az a régóta dédelgetett tervünk úgy tűnik, hogy a megvalósítás szakaszába jut ebben az évben. A Tisza Európai Területi Társulás, ez egy olyan entitás, amelyben benne van Kárpátalja, a megyei önkormányzat, illetve Kisvárd önkormányzata, mint kedvezményezett, uniós pénzt nyert, és pótlólagos kormányzati támogatást is arra, hogy Beregszász mellett Jánosiban egy hulladék lerakót építsünk, amelyre jelentősen csökkenteni fogja a Tiszába is különböző folyóinkba jutó szilárd hulladék mennyiségét, ebben reménykedünk, és ehhez kapcsolódóan egy társulást, járműveket és egy szervezett hulladékgazdálkodást igyekszünk megvalósítani legalább a magyarok által lakott beregszászi járásban. Mert hogy mennyire kiépített ez ott? Hát egyáltalán nem, illetve hát vannak, a nagyvárosok beleviszik a hulladékot, de nem megfelelően szigetelt lerakókba rakják. Bizonytalan, hogy éppen hol borítják le a keletkezett hulladékot, míg itt egy európai szabványoknak megfelelő szigetelt lerakót, egy nagy teljesítményű lerakót építünk Beregszász mellett ebben az évben. És ha jól tudom, akkor Aknasz Latina környékén is zajlanak munkálatok, vagy legalábbis hát tervek. Hát ott felmérések zajlanak, hogy lássuk pontosan mi történik az Aknasz Latina sóványában. Ott felhagytak a bányaműveléssel az ukránok, és ezért nagyon veszélyes, nehéz fém és sószennyezés érheti el a Tiszát, és ezzel kapcsolatban szeretnénk tiszta képet látni, hogy revitalizálható-e még a bányaművelés, hogyan lehet a károkat elhárítani. 20 éve olyan ez a bánya, mint egy sötét doboz, vagy fekete doboz, nem tudjuk, hogy mi folyik ott. Ezzel kapcsolatban Miskolci Egyetem közreműködésével, más partnerekkel és Kassai Egyetem is benne van, egy pontos térképet, látletet készítünk a Aknasz Latina sóbányáról, és hogy milyen további beavatkozások szükségesek ott. Mennyire együttműködőek az ukrán? Abszolút, tehát a kárpátaljai kormányzati szervek, főleg az önkormányzati szervek abszolút együttműködőek. Más a helyzet, mint az ukrán-magyar államközi kapcsolatokban. Az a fajta nacionalizmus, ami egy friss nemzetépítő államra jellemző, Kárpátalján szerencsére nem tapasztalható. Tehát a kárpátaljai ruszin lakosság másképp áll a magyar közösséghez, mint a Kárpátokon túli ukránokkal. Adott esetben még nem is találkoztak magyarral. Viszont olvasni lehetett olyanról, hogy hogyha azt nem orvosolják, akkor akár ilyen ökológiai katasztrófa is lehet így a vége. Igaz, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Tehát erre egy nagyon fontos
további, akár közvetlen brüsszeli forrásokhoz is kell jutnunk a kárpátaljaiak segítségével. Tehát ez nem akarom az méreteiben, jelentőségében nem köthető a csernobili hát, szarkofákhoz, amelyhez számos európai uniós hozzá, ország is hozzá közvetlenül, hogy ott a ökológiai katasztrófát elhárítsák, illetve megakadályozzák, hogy a radioaktív hulladék kikerüljön, de hasonló méreteiben kisebb, de hasonló jellegű beavatkozást igényel ennek az ökológiai katasztrófának, potenciális katasztrófának az elhárítása, mint az Atlanti-óceáni sóbánya, illetve annak a bányaművelésnek a felhagyása okozhat a Tiszára. Ha jól tudom, következő alkalommal körülbelül május környékén ülésezik a megyei közgyűlés? Igen, május elején tervezzük a következő rendes ülésünket, viszont feltehetőleg egy biztos, lehet, hogy kettő, esetleg három rendkívülés is kell tartanunk a top pluszos pályázatok ügyében, hogy ebben gyorsan tudjunk haladni, tehát további támogatásokat meg tudjunk szavazni, azért feltehetőleg lesz még májusig is ülése megyei önkormányzatnak. Önkormányzatok még ebben az évben a top plusz keretén belül számíthatnak további fejlesztésekre, vagy lesznek forrásokra lesznek az utakon kívül? Igen, lesznek még kiírások, ahogy mondtam, bölcsőde, óvoda, iskola épületek felújítása, hogyha azok önkormányzati tulajdonban vannak, energetikai pályázatok, művődésházakra, illetve az önkormányzat polgármesteri hivatal épületére, közösségi terekre. Tehát ilyen pályázatok még megjelennek ebben az évben. Illetve vannak olyan pályázatok, amelyek több szakaszban kerültek kiírásra. Tehát a élhető települési programnak már volt egy beadási szakasza, most újra van, és lesz még egy beadási szakasza is. Nem fognak unatkozni akkor 2022-ben sem. Köszönöm szépen. Mozgalmas év elé nézünk valóban. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Történelmi hiányt pótolt a Magyar Falu program, amely lehetőséget nyújt a falvak életminőségének javítására, mondta Vámos atyán, Gyopáros Alpár kormánybiztos. A beregi településen kopjafát avattak a program tiszteletére. A kormánybiztos Vámos atya mellett meglátogatta Zsaroyánt, Gelénest, Kisszekerest és Garbolcot is. Térki Attila országgyűlési képviselő azt mondta, több mint 15 milliárd forintos fejlesztés valósult meg a térségben. Orvosi rendelő és közösségi tér újult meg a Magyar Falu program támogatásával Zsaroyán. A 700 éves településen régi hiányt pótolt a helyi önkormányzat. Mindenféleképpen nagy lehetőséget látunk abban, hogy a Magyar Falu program keretében újabb pályázatokat nyújtsunk be. Így szeretnénk önkormányzati belterületi utakat megújítani, ami a választópolgárok nagy igénye, hiszen évek óta nem volt felújításban ez az útszakasz, illetve szeretnénk lecserélni a falugoni kiszolgálat gépjárművét napi feladat ellátásra, és minden közösségi célra nagy szükségünk lenne egy új gépjárműre, óvodaszállításra, betegek szállítására, illetve gyógyszer, illetve, tehát minden olyan, ami szociális ágazatban ezt meg tud oldani, illetve szeretnénk a közterületek gépparkosítás, gépbeszerzést beadni és pályázni, hiszen az is nagyon jó lenne, a modern eszközökkel tudnánk ezt megoldani, és ha ezt tovább tudjuk folytatni a közösségi szintérnek a folyamatát, akkor a meglévő program szervezőnknek bér, illetve eszközbeszerzést szeretnénk tovább vinni. Gelénesen az óvodát sikerült 50 millió forintos támogatásból korszerűsíteni, amihez forrást szintén a Magyar Falu program nyújtotta. Egy mezőgazdasági utak készült el a gyümölcsösünkbe, amire a gazdák nagyon örülnek, és könnyebb a betakarítása és az egész éves művelés. A másik ilyen vépés pályázat a kultúrház felújítása volt, az is 50 millió, tehát a két vépés pályázat 100 millió forint értékben valósult meg. Ott a kultúrház az nagyon jó, mert elektromos fűtés, napelemes rendszer, és ezáltal a működése, működtetése, a fenntartási költsége több százezer forinttal csökkent. A Magyar Falu programban több, az is összességében 100 millió forintot nyert az elmúlt két évben Gelénes. Mezőgazdaság, illetve közterület karbantartó eszközök egy 6,6 millió forint értékben, egy út felújítás egy történt meg 12 millió forint értékben.
a orvosi rendelő felújítása több mint 20 millió forint értékben, és ez az óvoda, ahol most vagyunk, ez pedig közel 50 millió forintos pályázati pénzt nyertünk rá. Új a kerítés a kiszekeresi óvoda körül. A Magyar Falu Program segítségével sikerült megépíteni, mint ahogy a program támogatásával korszerűsítették a játszóudvart is a településen. 2020-ban az óvoda kerítésre egy közel 5 millió forintot nyertünk. Nagyon kellett már, mert ugye 18-19-ben az óvodaépületre is egy EBR-es pályázati forrásból sikerült a szigetelés, nyilázáró cseréket megoldani, és nagyon kellett, hogy az óvoda környezete is egy kicsit megszépüljön. Úgyhogy nyertünk az óvodakerítésre egy Magyar Falu program keretében ugye egy közel 5 millió forintot, majd 21-ben pedig az óvoda játszóudvarnak a felújítására szintén egy 4 millió 780 ezer forintos pályázatból sikerült az óvoda udvarunkat is megszépíteni. Az átadón elhangzott, hogy folytatják a volt Hajnaú kastély modernizálását. A melegítő konyha felújítását tervezik az épületben, amelyben szintén számítanak a Magyar Falu program támogatására. Galériukra volt az rája tűzve. A Vámos Atyai Kórus katonadalokat adott elő a Kopjefa avatáson. Az emlékművet azért állítatta a Vámos Atyai Önkormányzat, mert számos fejlesztés valósult meg a Magyar Falu program segítségével. Az önkormányzatnál még eszközvásárlás történt, a maximális összeget, a 15 millió forintot megkapta az önkormányzat. Itt nem csak a közösségi tér a faluházban, hanem orvosi védőnői rendelő, és ezeknek is az eszköz állományát sikerült 3 millió forint támogatással lebővíteni, lecserélni, az újakat cserélni, vagy modern korszerűket, amit tulajdonképpen a gyógyításba tud használni az orvos. Ezen kívül szeretném azt is elmondani, hogy az épület mögött található egy köztéri játszópark, arra is több millió forintot adtunk, és nagyon sok buszon látható már a Magyar Falu program, akik ide érkeztek vendégnek kiírata. Én is büszkélkedtek pár hónapon belül, hogy az alapellátás biztosító buszcserére is megkaptuk a pályázati lehetőségünket. Gyopáros Alpár kormánybiztos azt mondta, történelmi adósságot törlesztettek ezzel a fejlesztési programmal. Az a céljuk, hogy jelentősen javítsák az életminőséget a falvakban. A Magyar Falu program egy történelmi hiátust igyekszik pótolni, tehát történelmi jelentősége van, hiszen azért emlékezünk arra, hogy voltak olyan időszakai a magyarországi falvaknak, nem csak a régmúltban, az elmúlt évszázadokban, hanem a közelmúltban is 2002 és 2010 között, amikor a Gyurcsány kormányok idején gyakorlatilag egy tudatos falurombolás zajlott szerte az országban, amikor falusi intézményeket zárattak be, leromlott a hazai mellékúthálózat, amelyen a falvakat lehetett megközelíteni, vagy lehetett volna normálisan megközelíteni, közösségi közlekedés szárnyvonalakat zártak be, eladósították a falusi önkormányzatokat, rekord mértéken volt a munkanélküliség a magyarországi vidéken, különösen a falvakban. Tehát egy tudatos falurombolás zajlott, és ehhez képest a Magyar Falu program azon túl, hogy nagyon komoly anyagi segítséget biztosít a hazai kis településeknek, intézményfejlesztésekre, útfejlesztésekre, épületfelújításokra, falukép javítására, vagy éppenséggel eszközbeszerzésekre. Ezen kívül a legfontosabb eredménye, vagy éppen üzenete, ha szabad így fogalmaznom, az mégiscsak az, hogy visszaadta a falusi emberek hitét abban, hogy érdemes a falun élni. Tilki Attila országgyűlési képviselő azt mondta, hogy a térség önkormányzatai, a falvakban élő családok aktívak voltak a pályázatokon. Jelentős összeg, több mint 10 milliárd forint hasznosult a térségben. Én csak az önkormányzati pályázatokat számolgattam össze, 3 év alatt az 6 milliárd forintot jelentett, de hogyha hozzáadjuk a falusi kisboltok pályázatot, ha hozzáadjuk a falusi csokkot, és arra is emlékszem, hogy milyen ötletünk volt, hogy hogyan szabályozzuk esetlegesen a növekvő lélekszámú, de mégis nagyon hátrányos helyzetben lévő településeken igénybe vehető támogatási rendszert, akkor tényleg értünk el sikert, az a VK-ra lefordítva, a választókerületre lefordítva közel 10 milliárd forintos magyar falus támogatásról beszéltünk, amiben nem csak önkormányzati szereplők, hanem gazdasági szereplők is a falusi kisboltokkal, és természetesen magánszemélyek a falusi csokkal is benne voltak. 30 millió forintból újult meg az orvosi rendelő Garbolcon. 5 évtizedes álmát valósította meg a település. További 2 millió forintot nyertek orvosi eszközök beszerzésére. Közterületi
karbantartó eszközökre nyertünk korábban, nyertünk kerékpárútra is, és Garbolcnak lehetőségét tekintve a természet, ami meghatározó, és kerékpározás tekintetében szeretnénk fejleszteni a későbbiekbe is. Ugyanígy pályáztunk az idén is, és még kitérnék rá, hogy az orvosi rendelőn belül volt a 2 millió forintos eszközvásárlás, ami nagyban hozzájárult, vagy segítette bennünket, mert teljesen semmi nélkül kezdtük ezt az egészet, és zöldmezős beruházás volt, és az alapvető eszközöket meg tudtuk hozzávenni. A településen belügyminisztériumi támogatásból épült műfüves pálya. A sportolni vágyók eddig csak a 36 kilométerre fekvő Fehérgyarmaton tudtak jó körülmények között hódolni szenvedélyüknek. Most már azonban helyben is tudnak focizni. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán találkozunk, amikor Kállós Emlyén polgármesterét látjuk vendégül, de más témákkal is foglalkozunk majd természetesen. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében, és viszontlátásra!